Két nehéz találkozón vagyunk túl, volt közben egy válogatott hét is, és most pedig egy nagyon fontos mérkőzés jön, de én azt gondolom, hogy most pedig olyan találkozók fognak következni, ahol alapvetően azt tudom mondani, hogy talán kijelentett, hogy mi vagyunk az esélyesebbek. Én a Kisvárda ellen is ezt gondolom, bár egy kifejezetten jó csapattal fogunk találkozni, egy jó szélkezeti, jól felkészített gárda, bár a mi játékunkat, hogyha tudjuk, az ellenfelünkre rá tudjuk erőltetni, akkor azt gondolom, hogy el fogjuk tudni onnan hozni a 2 pontot. Fontos dolog lesz nagyon egy kemény, határozott védekezés. Fontos dolog lesz a beálló elleni védekezés, és az lenne a legfontosabb talán, hogy a jó védekezésből, jó kapus teljesítményből gyors lerohanás indítás gólokat tudjunk lőni, és akkor azt gondolom, hogy tényleg el tudjuk onnan hozni a 2 pontot.